Győzelem hazai vizeken. A KVSE a Cegléd együttesét fogadta szombaton az OB1B-s férfi vízilabda bajnokság 14. fordulójában. A kanizsai csapat jóval előkelőbb helyet foglal el a tabellán, így a győzelem elvárható volt. Bár a KVSE minden negyedet uralt, az első fél időben még nem látszott nagy gólkülönbség, 3-2-es, majd 4-3-as állás után fordultak a csapatok. A kanizsaiak a második játék részben egyértelműen vezettek, a harmadik negyed eredménye 2-0 lett, míg a negyedik negyedet 4-3-ra nyerték a kanizsaiak. A meccset így a KVSE nyerte 13-8-ra.